Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. December 5-e Vilma névnapja van. 116 éve született Walt Disney, amerikai trükkfilmrajzoló, producer és filmrendező, Mickey Egér és Donát Kacsa figurájának megalkotója. 226 éve meghalt Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Üzembe helyezték az autópálya szabadkai szakaszán az úgynevezett zárt rendszerű megfizettetést. 5 milliárd dinárral többet lát elő a jövő évi szerbiai költségvetés infrastruktúra fejlesztésre. Növekedni fog a kárpát-medencei falugazdászok száma, hangzott el ma Budapesten a 6. Kárpát-medencei összefogás fórumon. Az előzetes hírek ellenére nem kell minden esetben közjegyzővel hitelesíteni azt a formanyomtatványt, amellyel a szülő engedélyezi egy harmadik személynek, hogy elmenjen gyermekéért az óvodába. Üzembe helyezték az autópálya szabadkai szakaszán az úgynevezett zárt rendszerű megfizettetést. Ez azt jelenti, hogy ezen a szakaszon mostantól két fő fizetőkapu működik, az Ópezova és a Szabadka dél, míg Szőreg és Szabadka között mától működnek a fizetőkapuk a letérőknél. Szabadka és Újvidék között például 350 dinárt kell fizetni, az eddigi 110 helyett. Mostantól üzembe helyezték a zárt megfizettetési rendszert, működnek az oldalsó fizetőkapuk, mint például ez a Verbász is. Ettől kezdve a szőregi fizetőkapu viszont megszűnt létezni, március 15-ig teljes egészében le fogják bontani, addig is forgalomkorlátozással, forgalomlassítással, illetve megfelelő jelzőberendezésekkel teszik biztonságosra az áthaladást ezen a most már nem üzemelő fizetőkapun, amíg a bontási munkálatok folynak. Az autópálya Szőreg és Szabadka közötti szakaszán a közelmúltban 5 lejáratnál építették ki a kétoldalú fizetőkapukat, Ókérnél, Verbásznál, Bács-Feketehegynél, Topolyánál és Nagyfénynél. Mostantól a gépkocsi vezetők, akik Szabadkánál hajtanak fel az autópályára, Újvidékig 350 dinárt fizetnek, az eddigi 110 dinár helyett. Azok, akik Újvidéktől Belgrádig utaznak az autópályán, pillanatnyilag 210 dinárt fizetnek. Ez azt jelenti, hogy Szabadkától Belgrádig 560 dinár az autópálya használata a személygépkocsik részére, míg a legtöbbet a nyerges vontatók fizetnek 3340 dinárt. A gépjárművezetők körében megoszlanak a vélemények, az autósok szerint drága az autópályadíj, mások a megfizettetési módra vagy az autópálya minőségére panaszkodnak, olyan is van, aki elégedett. Nekem ez a megfizetetési mód nem tetszik. Magyarországon az ember megveszi a matricát és megy külföldön, Ausztriába az ember megveszi a matricát és megy, nem kell így megállni útközben. Sve o svemu nije puno. Kad pogledate u drugim zemljama koliko se plaća, važno je funkcioniše da ide brzo, to je problem. Pogledajte u Rumuniju za 3 eura ima da čekaš sat i po vremena. Belgrád és Újvidék között mostantól két fő fizetőkapu működik, az Ópázova és a Szabadka dél, míg Szőreg és Szabadka között üzembe helyezték az oldalsó fizetőkapukat a letérőknél. A Szabadka dél 40%-kal nagyobb kapacitással üzemel, mint az eddigi szőregi. Sokan élnek az elektronikus megfizettetési móddal, ami még gyorsabb áthaladást biztosít, emelte ki Milenko Cákovics, a Szerbia útjai közvállalat útdíj megfizettetési igazgatója. Što se tiče svih naplatnih stanica, one su opremljene sa sistemom za elektronsku naplatu putarine koji je veoma popularan i kod domaćih i kod stranih vozača i mi trenutno imamo preko 207.000 korisnika elektronske naplate putarine. Az autópályán közlekedő szerbiai kamionok 63%-a az elektronikus megfizettetési rendszert használja, tette hozzá az illetékes. Az autópályadíjak összbevételének 40%-a ebből folyik be. A szerbiai autópályákon az idén mintegy 50 millió gépjármű közlekedett, ami 7 millióval, azaz 16%-kal több, mint tavaly.
Szerdán kezdődik meg a köztársasági parlamentben a jövő évi költségvetés vitája. 5 milliárd dinárral többet lát elő a jövő évi szerbiai költségvetés infrastruktúra fejlesztésre. Erről beszélt Zorana Mihajlović, építésügyi, infrastruktúrális és közlekedési miniszter a szerbiai RTV híradójában. Ez több beruházás befejezésére is lehetőséget ad majd, egyebek mellett a 10-es és a 11-es közlekedési folyosó munkálataira és vasúti fejlesztésekre is sor kerülhet. Početak radova na deonici Preljina-Požega, nastavak radova na modernizaciji pruge, dakle sve je infrastruktura. Ovo je jedan, ne samo budžet Ministarstva građevine i saobraćaja, ceo budžet je jedan stabilan budžet, razvojni budžet, potpuno drugačiji budžet u odnosu na prethodne dve, odnosno tri godine, kada smo zaista morali mnogo da štedimo i da izdvajamo novca, da platimo velike kamate koje su neki uzimali pre nas na kredite. Mi sada izdvajamo novac za investicije. Dakle, su pre svega u infrastrukturu, zatim investicije u vojsku, u policiju, kada govorim pre svega o infrastrukturi. Növekedni fog a kárpát-medencei falugazdászok száma, hangzott el ma Budapesten a 6. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei összefogás fórumon. A Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium által szervezett szakmai tanácskozást Fazekas Sándor, Magyarország földművelésügyi minisztere, Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, valamint Pásztor István, a VMS és a Vajdasági Képviselőház elnöke nyitotta meg. A falugazdász program Kárpát-medencei bővítése érdekében a rendezvényen a magyar földművelésügyi miniszter ünnepélyes keretek között írt alá megállapodást több határon túli szervezet vezetőjével. Vajdaságban jelenleg 12 falugazdász áll a gazdák rendelkezésére. A Magyarországi Földművelésügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően azonban a számuk 25-re növekedik majd. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének becslései szerint Vajdaságban megközelítőleg 20 ezer magyar ajkú mezőgazdász él. A szervezetnek a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével idén sikerült 12-re növelni a falugazdászok számát, és jelenleg egy komplett rendszert működtetnek Vajdaság területén. Az újonnan aláírt szerződés pedig további lehetőséget nyújt a bővítésre. Ezzel az új ma aláírt nyilatkozattal, mert ez még ilyen, vagy szerződéssel, 20 falugazdásznak a munka lehetőségét fogjuk megteremteni, akik valahol a jövő év első felébe, valahol február, március, április folyamán kezdenek el dolgozni, a mostaniakhoz, tehát még 8-at kell majd munkába állítanunk. A falugazdász hálózat bővítése egy újabb elem az építkezés során, véli Pásztor István, a VMS és a tartományi képviselőház elnöke. Ahhoz, hogy az embereknek segíteni tudjunk abban, hogy sikeresen pályázzanak azokon a pályázási lehetőségeken, amelyek ebben a pillanatban is megvannak, illetve nyílni fognak, most, hogy Szerbia uniós közeledése talán fölgyorsulni fog. Ehhez az a fontos, hogy terepen, helyben legyenek olyan falugazdászok, akik ebben a vállalkozóknak, a mezőgazdasági termelőknek tudnak segíteni. Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy 2018-tól sokkal nagyobb léptékben fogják végrehajtani a falugazdász programot. A magyar falugazdászokra óriási szükség van, nem csak a Vajdaságban, hanem az egész Kárpát-medencében. Magyarországon az elmúlt évtizedekben ez a program bizonyította azt, hogy mennyire keresik az ő munkájukat. Napi kapcsolatban vannak ők a gazdákkal, és azon kívül pedig információkkal is el tudják látni a gazdákat, úgyhogy remélem, hogy ez a program is jól fog működni. Fazekas Sándor, Magyarország földművelésügyi minisztere szerint a határokat meghaladó nemzetegyesítés fontos része a gazdatársadalom egyesítése is. A jelenlegi 41 falugazdász helyett a jövőben több mint 100 falugazdász segíti majd a Kárpát-medencei gazdákat. A magyar mezőgazdasági irányítás vélkeringésébe be tudnak kapcsolódni, hiszen ma Magyarországon egy mezőgazdasági termelő részére a falugazdászok szolgáltatnak információkat, adatlapokat töltenek ki, visszaigénylésben segítenek, és így tovább. Ezt a funkciót látják el a határon túli falugazdászok is, és szeretnénk azt, hogy minél nagyobb területen legyenek hozzáférhetőek a mezőgazdasági termelők számára, így is segítve az, hogy vidéken eredményesen lehessen boldogulni. A falugazdász program elindítása óta Magyarországon jelenleg mintegy 600 falugazdász segíti a gazdákat.
A szerbiai polgárok a geosrbia.rs honlapon hozzájuthatnak minden adathoz az ingatlanokkal kapcsolatban, közölték a térinformatikai adatok nemzeti infrastruktúrájáról szóló konferencián. Borko Draskovitja, a Köztársasági Geodéziai Intézet igazgatója elmondta, a digitális platformnak integrálnia, harmonizálnia és szabványosítania kell a térinformatikai adatokat, s azokat továbbítania a piacnak és a többi állami szervnek. Szerinte a platform felgyorsíthatja Szerbia gazdasági fejlődését, és akár 2% GDP növekedést generálhat. Darko Vucetić mérnök azt mondta, a nemzeti platform tesztelése október 1-én kezdődött, az applikáció pedig stabilnak mutatkozott, és a felhasználók kiváló visszajelzéseket adtak, ezért hétfőn hivatalosan is üzembe helyezték. A geosrbia.rs honlapon a polgárok minden területi adatot megtalálhatnak Szerbiában, és egyetlen kattintással tájékozódhatnak saját ingatlanjukról, telkükről. Újvidék polgármestere Milos Vucevic Magyarország belgrádi nagykövetét Pintér Attilát fogadta ma az Újvidéki Városházán. A találkozón sikeres vállalkozók is részt vettek, akik érdeklődésüket fejezték ki az iránt, hogy infrastruktúrális befektetésekben vegyenek részt Újvidéken. A tárgyalás során szó esett egy regionális hulladéklerakó és egy szennyvíztisztító telep létrehozásáról is. Milos Vucevic és Pintér Attila egyöntetűen kijelentették, hogy soha nem volt ennyire szoros a Szerbia és Magyarország, valamint a szerb és a magyar nép közötti viszony. Egyetértettek, hogy tovább kell erősíteni a kapcsolataikat, ami a befektetések és a kivitel növelését is jelenteni mindkét ország részéről. Horvátország egészségügyi felügyelősége megtiltotta 6 élelmiszercsomag beszállítását az országba Bosznia-Hercegovinából, valamint Szerbiából. A keksz és édességcsomagok behozatalát azzal az indokkal állították le, mert azok állítólag nagy mennyiségben tartalmaznak akrilamidot, ami káros az egészségre. Nem kell minden esetben közjegyzővel hitelesíteni azt a formanyomtatványt, amellyel a szülő engedélyezi egy harmadik személynek, hogy elmenjen gyermekéért az óvodába. Erre csak kivételes esetben van szükség, nyilatkozta Veljko Vojnića, a Nasaradoszt iskoláskor előtti intézmény technikai igazgatója. Korábban a sajtóban azt lehetett olvasni, hogy mindent, még a Mikulással való fotózás engedélyezését is közjegyző által kell hitelesíteni. Az óvodákban kiosztották azokat a formanyomtatványokat, amelyekkel a szülők felhatalmazást adhatnak egy harmadik személynek, hogy elmehessen gyermekükért az óvodába. A sajtóból arról értesültek, hogy ezeket a dokumentumokat minden esetben közjegyzővel kell hitelesíteni. Vannak, akik pedig egyáltalán nem is értik, mire szolgál a nyomtatvány. Elmondásuk szerint még az óvónő sem adott pontos tájékoztatást. Ne znam šta da mislim, da li smo počeli da se gušimo toj administraciji ili čemu to. A Nasaradoszt iskoláskor előtti intézmény technikai igazgatója a stábunknak elmagyarázta, pontosan miről is van szó. A szülőknek minden esetben beleegyezésüket kell adniuk, ha valaki más viszi haza gyereküket az óvodából. Sőt, ezt a papírt mindkét szülőnek alá kell írnia. A dokumentumon több nevet is feltüntethetnek. Aki töltött papírt személyesen vagy postai úton, esetleg egy harmadik személy által kell eljutatni az adott intézménybe. Közjegyzőre viszont nincs szükség minden esetben. Sami popunjavaju kod kuće ako nisu u stanju fizički da dođu roditelji da daju zapisnik, ako dolaze u ustanovu onda će dati izjavu opet u obrazac koji ima formu zapisnika, potpisat će se pred vaspitačem i to je sva procedura, znači to ne košta ništa i zaista se čudim u tumačenju da treba sve overe da se vrše kod notara i da to mora sve da se plati. Samo kažem u izuzetnim slučajima kad roditelji nisu u stanju da pristupe u naše objekte. A közjegyzők szinte minden dokumentumot ugyanazon az áron hitelesítenek, így a meghatalmazások, engedélyezések zöme aláírásonként 360 dinárba kerül. Az óvónők kamerán kívül elmondták, hogy a formanyomtatványokat ugyan kiosztották a szülőknek, de még ne töltsék ki azokat, ne forduljanak közjegyzőkhöz addig, amíg nem tartanak egy következő szülőértekezletet, ahol pontos tájékoztatást adnak arról, hogy mikor kell közjegyzővel hitelesíteni a nyomtatványt, illetve mikor nem.
A KFOR nem vonul ki Koszovóból, jelentette ki Jens Stoltenberg. A NATO főtitkára hangsúlyozta, a nemzetközi békefenntartó haderő célja, hogy biztonságban legyenek az ott élők, és ez a feladat rendkívül fontos. A KFOR jelenléte és helyzete Koszovóban attól függ, hogy mit tapasztalnak a helyszínen lévők, és jelenleg úgy vélik, szükség van a NATO békefenntartó erőinek jelenlétére, de bárminemű változtatásra kizárólag a koszovói alkotmánnyal összhangban kerülhet sor, tette hozzá a főtitkár. Hívei kiszabadították a rendőrségi mikrobuszból kedden Kijevben Mihail Szakasvili volt odesszai kormányzót és egykori grúz elnököt. Ukrán hírügynökségek azt jelentették, hogy Szakasvili támogatói feltörték annak a mikrobusznak az ajtaját, amelybe a hatóságok ültették, majd kiszabadították a járműből. Mihail Szakasvilit államcsínkísérlet előkészítésének vádjával vették őrizetbe. A politikus kijevi lakásában délelőtt jelentek meg a rendőrök. A volt grúz elnök előlük a tetőre menekült, ahol azzal fenyegetőzött, hogy leugrik. Végül beleegyezett abba, hogy elvigyék a kihallgatásra, de hívei, akik előtte összecsaptak a rendőrökkel, végül kiszabadították a rendőrségi kisbuszból. Jóvá hagyta az amerikai elnök beutazási tilalomról szóló rendeletét az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága. Ezzel a korlátozás hatályba léphet még úgy is, hogy közben alacsonyabb rendű bíróságokon tovább folynak a vele kapcsolatos peres eljárások. Donald Trump egy héttel hivatalba lépése után kiadott, de azóta jogi problémák miatt kétszer is átírt rendelete megtiltja a beutazást az Egyesült Államokba Csádból, Iránból, Líbiából, Szomáliából, Szíriából és Jemenből. Az indoklás szerint azért, hogy megvédjék az amerikaiakat az iszlamista terroristáktól. A jogszabályt többen is megtámadták különböző bíróságokon, így mások mellett Hawaii állam is. A tilalom ellenzői arra hivatkoznak, hogy a rendelet alkotmány ellenesen diszkriminálja a muszlimokat. Elnökjelölti kampányában Donald Trump azt ígérte, teljesen lezárja az Egyesült Államok határait az érkező muszlimok előtt. Visszavonta az európai elfogató parancsot a Brüsszelben tartózkodó Carles Puigdemont volt katalán elnök és leváltott kormányának 4 tagja ellen kedden a spanyol legfelsőbb bíróság. Pablo Larena bírói döntését egyebek mellett azzal indokolta, hogy a politikusoknak úgy tűnik szándékában áll visszatérni Spanyolországba, mivel jelöltek a december 21-i katalán parlamenti választásokon. A katalán politikusok október 31-e óta tartózkodnak Brüsszelben, a kiadatási ügyben illetékes belga hatóság épp hétfőn halasztotta december 14-ére döntését az eljárásban. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Szakmai előadásokkal és vidám játékokkal várták a babákat és a mamákat Hajdújáráson. Mától karácsonyi és újévi vásár Szabadka központjában. A híradó után következik a közügyek, a Pannon Televízió hírháttér műsorának stúdiójában van Toma Viktória. Szervusz Viki, milyen témákkal készültetek ma? Szervusz, jó estét kívánok! A közügyekben lesz az, hogy mától életbe lépett a zárt rendszer az autópályán, azután a kishegyesi vízellátással is foglalkozunk, ahol jelentősebb beruházások várhatók a fővezetéken. Össze kell kötni a határon túli gazdákat, hangzott el ma Budapesten a falugazdász programról volt szó a Kárpát-medencében, és foglalkozunk a sikló ernyőzéssel is Szerbiában. Ezekkel várom Önöket a híradó után. 6 órakor tehát közügyek, köszönjük Viki! Távozik posztjáról Dezső János, a Belgrádi Kollégium Hungarikum igazgatója. A fővárosi intézmény feladata a magyar kultúra ismertetése és népszerűsítése Szerbiában 2014 óta. Dezső János a Kollégium Hungarikum megnyitásától ezidáig vezette a Balassi Intézet belgrádi központját. Az elmúlt néhány évet a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában értékelte. Évén 40-50-60-70 rendezvényt szerveztünk országszerte, fokozatosan nőtt az érdeklődés. Mi különböző műfajokban próbálkoztunk, képzőművészeti kiállításokat szerveztünk, fotókiállításokat ezen belül, mellette nagyon sok koncertet, aztán elindultunk a nagyobb szerbiai fesztiválokra, mellette történész konferenciát, műemlékes konferenciát, restaurátor konferenciát is szerveztünk, műfordítói tanácskozást. Tehát a legkülönböző műfajokban, tudomány, művészet, elsősorban pedig zene, programokat, műsorokat
hoztunk Szerbiába. A hozzátáplálásról, a mesék fontosságáról és más a szülők számára fontos témákról tartott előadást az idén 5 éves hajdújárási Kolibri Babamama Klub. Egésznapos program várta az anyukákat és az apróságokat. Szakmai előadáson is részt vehettek az érdeklődők, ahol magyarországi és helyi előadók válaszoltak kérdéseikre. Az anyukák karon ülő gyerekeikkel hallgatták figyelmesen a szakemberek előadásait. A többi között fontos információkat tudhattak meg a budapesti Manó menü csapatától a hozzátáplálásról. Ez az az időszak, amikor a babákat még főként anyatejjel táplálják, de már szilárd ételeket is fogyaszthatnak. Nagyon érdekesnek találjuk, és nagyon örülünk, hogy meghívták a Három Királyfi, Három Királylány Egyesületet Magyarországról. A Manó menü is nagyon felkapott téma, és igazából minden anyukát érint. A gyerekek táplálása egy kulcsfontosságú kérdés minden édesanya életében. Modern anyák hogyan csinálják, és mik a legaktuálisabb információk. Ambrus Évitől hallottunk egy nagyon-nagyon jó előadást, ő Manó menüt képviselte. Ezen kívül Gesztes Olimpia Három Királyfi, Három Királylány Egyesületből beszélgetett velünk család és karrier témában. A Babamama Klub 5 éves fennállásának alkalmából egésznapos programot szerveztek itt hajdújáráson. Az előadásokat követően a legkisebbeknek mászóversenyt rendeztek. A gyerekek a Mikulással is találkozhattak, az este folyamán pedig a Juhász zenekar gondoskodik a jó hangulatról. Az eseményt a Kolibri, a Családokért Egyesület, valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége tartotta meg. Kisgyermekes szülőknek a problémáiról beszélgetünk, és itt nagyon sokféle szakember ad tanácsokat, ad útmutatásokat, hogy hogyan éljék az életüket, hogyan etessék a babát, hogyan lehet megoldani azokat a problémákat, amelyek a kisgyerekekkel előfordulnak. A Lurkóházban átadták azt a játszóteret is, amely szintén a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége segítségével valósult meg. Péter révén eddig több mint 1600-an kértek magyar állampolgárságot a kihelyezett konzuli fogadónapokon. Magyarország szabadkai főkonzulátusának munkatársai ma 18. alkalommal mentek el a helyi közösségbe, ahol ezúttal is több mint 100-an adták át állampolgársági kérelmüket. A nagy érdeklődés miatt az ünnepek után ismét lesz kihelyezett konzuli fogadónap a faluban, de Magyarország szabadkai főkonzulátusán is sok a honosítás iránt érdeklődő ügyfél. Szinte minden területen sok a kérelmező, az igénylő. Mi ennek megpróbálunk ezeknek az igényeknek eleget tenni. Rendszeresek, vagy hát ugye nagyon sok anyakönyvezés van. Egyre többen intézik nálunk az állampolgárságból adódó kötelezettségeket. Ugye a legfontosabb ilyen kötelezettség az anyakönyvezés, de vannak útlevél iránt érdeklődők, vannak személyigazolvány iránt érdeklődők, lakcímügyintézés is zajlik, és hát ugye ahogy veszük be a kérelmeket, ugyanolyan számban, ugye egy később időszakban esküket is tartunk, úgyhogy az eskük száma is növekszik a főkonzulátuson. Szabadka központjában nem sokára ünnepélyesen megnyitják a Winterfestet, azaz a karácsonyi és újévi vásárt. A helyszínen van kollégánk Mészáros György. Szia Gyuri, milyen a hangulat? Melegítenek már az árusok? Szervusz, köszöntöm a Pannon híradó nézőit. Valóságos ünnepi hangulat van, hiszen gyönyörű szép pompába öltözött Szabadka város központja, az ünnepi díszkivilágítás is be van kapcsolva, és még a Mikulás is itt van a Winterfest karácsonyi vásáron, amelyet idén már 7. alkalommal szervezett meg a Szabadkai Piacok Kommunális Közművállalat, és perceken belül megkezdődik a hivatalos megnyitó is. A vásárt hivatalosan Szabadka város alpolgármestere Horváth Tímea, valamint Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok Kommunális Közművállalat igazgatója fogja megnyitni. Csak nem 70 árus várja az ide látogató szabadkaiakat és környékbelieket, akik a szemerkélő eső ellenére már most is szép számban megjelentek. Stábunk már a délután a helyszínen is forgatott, és akkor még csak készülődtek az árusok. Most viszont már mindenki kínálja a portékáját. Ami szemnek és szájnak ingere, és ami a karácsonyi terítékhez, díszítéshez, a fára
falra vagy a fa alá kell, itt minden megtalálható, és főleg kézműves termékekről van szó. A Mikulás pedig mindenkit meg fog ajándékozni is, ami nagyon fontos. Van egy kis árízelítőnk is, ha valaki megszomjazik vagy fázik, akkor forralt bort 90 dináros áron rendelhet, vagy ha megéhezik, akkor sült kolbászt 200 dinárért, igazi, hamisítatlan, eredeti bajor sült kolbászt pedig 230 dinárért vásárolhat, de nagyon sok standon különféle sajtok, illetve füstölt hentesáru is megkóstolható. Van mézből is nagyon nagy választék, kézműves ajándékokból, termékekből, például a kézműves szaloncukor kilója 600 dinárba kerül, ezt is meg lehet vásárolni. Tehát ha karácsonyi ajándékot, karácsonyi díszeket, karácsonyi ennivalókat keresnek, jöjjenek el a 7. Winterfest karácsonyi újévi vásárra, amely 2018. január 13-áig tart. Mészáros Györgynek köszönjük szépen! Megszerezte első győzelmét a magyar női kézilabda válogatott a németországi világbajnokságon, miután a csoportkör harmadik fordulójában 33-15-re győzte le Argentínát. A magyar válogatott csütörtökön 14 órától Lengyelországgal, pénteken 18 órától Csehországgal játszik csoportmérkőzést. A biztos nyolcad döntőbe jutáshoz mindkét meccset meg kellene nyernie Kim Rasmussen tanítványainak. Szerbia a házigazdával, Németországgal játszik 17 óra 50 perckor. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer egy-egy mondatban. Üzembe helyezték az autópálya szabadkai szakaszán az úgynevezett zárt rendszerű megfizettetést. 5 milliárd dinárral többet lát elő a jövő évi szerbiai költségvetés infrastruktúra fejlesztésre. Növekedni fog a kárpát-medencei falugazdászok száma, hangzott el ma Budapesten a 6. Kárpát-medencei összefogás fórumon. Az előzetes hírek ellenére nem kell minden esetben közjegyzővel hitelesíteni azt a formanyomtatványt, amellyel a szülő engedélyezi egy harmadik személynek, hogy elmenjen gyermekéért az óvodába. Köszönöm figyelmüket! A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Már is kezdődik a közügyek, később 19 órakor a Közelképben az Adorjáni Hurka és Kolbász Fesztiválról láthatnak összefoglalót. A Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában egyebek mellett arról is szó lesz, hogy összesen 117 esetben történt kortárs erőszak 12 nagymecskereki iskolában a tanév kezdete óta. A Pannon reggeliben pedig arról is beszámolt Brasnyó és Sánta Zoli, hogy miért csak akkor érzik boldognak magukat a mai fiatalok, ha vásárolhatnak. 20 órakor újra híradóval jövök, szép estét kívánok, viszontlátásra!